az önkormányzattól ma készhez kaptunk két önkormányzati alkalmazott által három darab határozatot. Ebből ez a három határozat tette lehetővé azt, hogy az Aurora, mint vendéglátóipari egység, annak a működési engedélye visszavonásra kerüljön. Ez egy nagyon durva politikai akció, amit tényleg szerintem Törökországban és Oroszországban látni. Bezárják az Aurórát, és létre fog jönni helyette egy sokkal nagyobb, sokkal szervezettebb, sokkal befogadóbb hely. Köszönjük a NER-nek, hogy fejleszti az ellenállást. Ez egy hely, ahol így szoktam járni a barátaimmal, szoktuk lenni koncertek, amiket néha jók, néha meg kevésbé, de alapvetően egy ilyen érdekesebb színfoltja így a budapesti éjszakának. Az Aurora az elég sok minden más igazából, maximum pár olyan helyet lehet felsorolni, ami a városban működik, és valamennyire hasonló misszióval rendelkezik. Azért ez egy 600 négyzetméteres épület, ahol állandó jelleggel 8-10 civil szervezet, és időszakos jelleggel pedig több tíz civil szervezet dolgozik és használja. Ennek a fenntartása az nem olcsó. És maga az a modell is, amit kitaláltunk, hogy van egy ilyen nagyon fontos missziónk, amit mi fontosnak tartunk. Ez egy non-profit jellegű misszió. Ennek a működtetését a vendéglátásból tudjuk finanszírozni. És ezzel, hogy elvették a működési engedélyünket, és a non-profit projektünknek a finanszírozása nem tud működni, ezért ennek a missziónknak a létét kockáztatják. Nem volt a képviselőtestületben. Emlékeim szerint én az Aurora, de hát azt lehet tudni, hogy nincsenek teljesen jóban azzal, hogy egy ilyen alternatív hely van a 8. kerületben. Nem volt semmilyen atrocitás, támadás, kísérlet arra, hogy itt bezárassanak minket. Azt tudjuk, hogy a házban dolgozó civil szervezetek ellen viszont konkrét támadások történtek, de az alapvetően az Aurórának az a missziója, meg az is a lényege, hogy bárkit beengedjen és bárkinek lehetővé tegye azt, hogy itt fejlődjön, dolgozzon, láthatóvá tegye magát, kiállításokat, workshopokat, beszélgetéseket szervezzen. Tehát ilyen szempontból ez egy nyitott, demokratikus hely. Ide közeli civil szervezetek szeretnék elérni az Aurora bezárását. Mondjuk úgy, hogy kiszervezték ezt a munkát. Ez a Népszínház Kör a Polgári Értékekért nevű szervezet adott ki talán egy közleményt arról, hogy szeretné bezárni az Aurórát. Ez persze fölkapta a helyi fideszes sajtó, meg a helyi fideszes Facebook. A Pesti Srácok azt állította a náluk megjelent cikkben, hogy a kertnek nem volt működési engedélye. Ez egész egyszerűen hazugság. Június 10-én megkaptuk a működési engedélyt. Június 19-i keltezéssel a főépítész visszavonta a településképi határozatáról szóló engedélyét, és visszavonta a döntését arra hivatkozva, hogy a kinti épületek azok nagyobbak 20 négyzetméternél. Az egyik épület egészen pontosan 20,1 négyzetméter, a másik épület pedig 26 négyzetméter. Nem tudjuk, hogy ez miért nem tűnt fel nekik korábban, illetve miért nem jelezték ezt korábban. Ez egy nagyon veszélyes precedens, amit ez teremt, hogy a hatóságok ilyen mondva csinált indokokkal bezárhatnak egy helyet, amikor igazából, ha jól tudom, akkor nem nagyon történt semmi, csak annyi, hogy néhány vendégnél találtak kábítószert egy razzia során, de én nem értem, hogy ehhez az Aurórának így mi köze van. A benti vendéglátóipari egységnek a bezárásáról szóló határozat pedig egy 1990-es törvényre vonatkozik, amely azt mondja, hogyha a vendéglátóhely működésével összefüggésben valamilyen bűncselekmény, vagy a vendéglátóhely működése összefüggésben lehet valamilyen bűncselekménnyel, akkor egy jegyzőnek lehetősége van azt azonnali hatállyal bezáratni, és a büntetőeljárás lefolytatásának a végéig, vagy maximum egy évig zárva is tartani, és hát ők gyakorlatilag erre hivatkozva záratták is be a helyet.